Tá, hello, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő 7 Days to Die videóval, és a mai nap rengeteg dolgot fogunk csinálni, mint mindig, de megpróbáljuk egy kicsit így összefoglalni videó előtt, hogy ha egyébként tudjátok, honnan lehet tudni, hogy mennyi időt eltelt a Keepernek a szakála, meg a haja, meg új pólóba van már Megan. De miért ordítasz, ugye? Na, figyeljetek! Az a szituáció, hogy egy kicsit össze kellene foglalnom, hogy mi kell nekem. Először is szeretnék csinálni a küldetést, kellene nekem vas, kellene nekem fa, kellene nekem clay, mert szeretnék craftolni szegezőpisztolyt. A szegezőpisztoly nagyon jó lenne, mert nagyon gyorsan tudnék upgrade-elni, viszont kellene clay, mivel ki vagyunk fogyva a cobblestone-ból, kellene vas, mert kellene a szegezőpisztolyhoz, meg amúgy is kellene, és szeretnék küldetést csinálni. Úgyhogy ezek fognak lenni. Először is annyit csinálok. Na, mi van? Mi ez a ledroppolta a dolgok? Ki is kellene pakolni? Álljunk meg egy szóra. Nem, először is. Legelső dolog mindig az, hogy ugye az időmérőnket elindítjuk. Bepakoljuk a szépen a csodálatos fablokkokat ide. Egy órányit, ugye? Megnézzük egy órányi... Meg ugye nem égnek ki, oda nézzetek, ott van 130 valamennyi, meg de jó lenne, hogyha égne folyamatosan. Meg már tudok is berakni, mert stone is van, mert 55 percért berakunk, az mennyi? 66! Gyerekek! Csodálatos. 66 percért benn van, ezt kivesszük. Cementet nyomjuk neki, hadd csinálja. Égni fog bele a izé. Ide nem nagyon tudok semmit, mondjuk itt van egy kis clay, ezt is bekapcsoljuk. Itt meg nincsen benne semmi. Látjátok, ez a nagy probléma. Itt meg mi a szituáció? Cementet kellene csinálni, csak nem tudunk csinálni, mert kellene a stone. Stone kellene, meg a homok kellene. Tényleg pörgünk mind az őrültek. Itt van 600 valamennyi, uram, Isten. Ami kellene, cement mix kellene. Úgy 85 darab készüljön. Jó, jó. Berakjuk a stone-hoz a maradék stone-t. Berakjuk a maradék izét. Berakjuk a maradék már 3000. Akár hány száz van, nem baj, az a jó, hogyha van. Ha nem lenne, az lenne a baj. Berakjuk a tojást, berakjuk ezt a húst. Gyógyszerbe rakunk be aloét, viszont kellene kivenni ebből. Mondjuk vigyünk ötöt, mert kemény környékre megyünk, meg jó lenne ebből is írni, nem? Nagyon szuper. Akkor, ami még szükségeltetik, és ami nem szükségeltetik. Először is... Berakjuk a fát, szomjasak vagyunk, vagy ilyesek vagyunk? Mi van? Szomjasak vagyunk. Berakjuk a fát. Meg a fát. Berakjuk. Szerves craftba rakjuk a csontot. Berakjuk a bőrt. Fegyver modifikációba berakjuk ezt. A vasba berakjuk. Ezt is leszkrepelem pillanat. Gyorsan szkrepeld. Na. Mi van? Megtörtént. Mit nyomtam? Na mindegy, akkor ezt bepeltük. Fegyver alkatrészbe berakjuk a tollat. Mechanikusba berakjuk a rigót. A kaja alkatrészbe berakjuk ezt. És akkor már meg is vagyunk mondhatni. Már zsírunk is van egy csomó. Kellene ennünk. Várjál, ezt miért ide raktam? Ez kész. Kellene kajáznunk. Lehet, hogy bedobom ezt a nagyot, és azt már fel is fogja tölteni. Meg akkor ígyunk, jó? Ígyunk annyit, hogy ez legyen. Ezt is lehet, hogy bedobom, mert miért nem. És akkor megiszom egy csomó vizet, várja. Menjen föl jól a pia szintem, és akkor neki el tudunk ugrani a dolgoknak. Az első helyet be fogjuk rakni ezt a kötszert. Ha nagy szarba leszünk, akkor azért legyen. A pia szintünk is legyen. Legyen max minden pia szint, kaja szint, szerintem meg vagyok. HP-nk is jó. Ide berakjuk a maradékvizet, ide berakjuk az alapanyagát a víznek. Jó. És akkor mehetünk is csavarba, megcsináljuk a küldetés valami clear arra a téma. És talán kapok egy scope-ot vagy valamit. Megráadásul nem ártana egyébként szereznünk. Jó, ez. Lehet, nem ártana szereznünk vasat, úgyhogy ennyi dolog van egyébként, amit így első körben így elhadartunk. Kiégett földre kell mennünk küldetést csinálni. Jó, nehéz lesz gondolom, az előzőt is nehéz volt, szóval gondolom ez se lesz könnyebb. Egyébként a fészkem, mintha egy kicsit akadna, nem tudom miért. A nagyon fontos, hogy
Lehet, hogy úgy kellene közlekednem, hogy rálássak a dolgokra folyamatosan, mert én nagyon parázok attól, hogy a medvétől, ugye oda belépünk, akkor kapásból nagy esélye, hát rengeteg van belőle. Ez adott a küldetésben is, hogy kettő ránk támad, és jó lenne, ha nem támadna meg. Az mi? Miért van a lámpa? Lámpa mindig ilyen lootot szokott jelölni, de szerintem itt nincs. Lószar sincs, ez csak itt egy lámpa, érdekes elektronosság az meg van, mi? Szóval... Medve zombit baromira kerüljük, jó? Nem sz... vagy zombi medvét. Én attól annyira fosok, mint az állat, úgyhogy... Nézzük, turkáljunk szemétbe arra, mert azért nem rossz dologok szoktak lenni most már. Nincsen skill pontom? Nincsen, ugye elköltöttük. Jó. Hát most gyerekek, de annyira nem akarom kinyírni magam hamar, jó? Úgyhogy ilyen, valamilyen szinten settenkerésbe megyünk. Meg közben azért gyilkolászunk is. Medve zombit láttok, szóljatok, jó? Szeretek úgy menni, hogy ilyen magaslatról rálátok az eseményekre. Tényleg ez a fészkebb, mint hogyha akadna, de miért akad? Várjál! Megnézek valamit, mert ez különben előszeretettel csinálja azt, hogy... Most is. Nem az, hogy akad, hanem mint hogyha lassú lenne. Na mindegy. Majd lesz valami lopakodóba megyek. Full light armorba vagyok, szóval annyira nem csörgök-zörgök. Nem annyira vesznek észre. Ugye ez fontos. A lighting armornak ugye ez az egyik előnye, hogy nem vesznek észre, és ugye nem mindegy, hogy ránk ront a zombi, vagy nem ront ránk a zombi, vagy a kutya, vagy akármi. Azt nagyon szeretem, hogy vissza lehet venni a nyílvesszőt. Ugye semmilyen más lőszert nem tudsz visszavenni. Nem kéne világítanom. Ha belegondolsz, semmit nem tudsz visszavenni, csak a nyílvesszőt. Jó, azért nem megyünk el. Most érted, sörétessel lősz, vagy bármivel, az úgy neked nem lesz jó, nem kapod vissza. Viszont ha nyílvesszővel lősz, az vissza kapod. Menjünk egy kicsit gyorsabban. Tényleg ez a rohadt medve. Az a baj, hogy ez nagyon kellemetlen itt, hogy... Nagyon kellemetlen, hogy medvék vannak. Most eléggé világos a környezet. Madár az repked. Meg mondtátok, hogy akna is szokott lenni ezen a területen. Na hát arra is. Sanyika! Ne dörögj! Megint mindig lecseszem, mi? Mindig ilyenkor kezd ezeregni, ott egy rendőr zombi is. Hoppá, dobott lootot is, gyerekek. Sok autó van itt egyébként, szétszedhetném őket, ha már. Dobott lootot, rendőr. Na, bazd meg, mondtam, oda néz, látod? Medve. Jó, sok értelme nem volt, de ott az a büdös, mert ide nagyon közel van. Na látod, erről beszéltem. Sanyika, ne most légy szíves! Sanyika itt... De mindig arra mozog a... Menj innen ki ilyet! Sanyika! Menj innen ki! Itt a szemest! Ő a szemest, várja, megmutatom gyerekek. Találó, nem? Vidd a szemest a francba. Minden játékának van ilyen neve, hogy hosszú lábú maci, meg a... Nem tudja, hogy ez volt a szemes. De vidd innen a szemest! Elkezd is hipoltatni, ráadásul ez egy hipolós játék. Nagyon fogunk körülni. Az a medve az megszívott minket, mindjárt. Jó, elég messze vagyok, csak az a baj, lehet, hogy itt is egy medve. Ez a környék, ez egy halál, ez... Jó, megint szaralút. Nem tudom, ez ilyen... Szokott változni... Most meg mi ez? Ez egy vihar lesz? Szokott változni a lootnak a mennyisége egy... Időlegesen, mert most például tök szarnak tűnik. Jó, az a medve elkerül, csak az a baj, tök nem látni meg. És most itt kibukkan egy érted, és akkor mondjuk ezért jó lopakodba közlekedni ezen a rohadt helyen. Na, 65 méterre vagyunk, jó van. Nézzük, hogy mi a szituáció itt. Mit kell itt kipucolni, more? Hát itt nincs semmi se.
Mi a fázok? Ne, esik az eső, faladik a csávó előtt. Ugye fölmegyek ide, meg körülnézem. Ne, ez a zombi merve, ez nem játék dolog. Hú, de igen, megijedtem. Hideg szél fúj, bare. Mi van itt egy vityilló? Meg egy kút. Megint úgy kellene, hogy kipucolom ezt a cuccot, és akkor utána izenni, nem? Utána indítani a küldetést. Nekem ez gyanús-e? Ez mi volt? Itt kell lemenni? Létranukó vagy mi van? És ez komoly? Ott a létre, jó. Hűha! Várj, világítsuk, mi van itt? Most ide lemegyek, hogy jövök föl? Itt az a létre, ez meddig fog érni? Hát itt tud, ide le van zombi, vagy gyerekek? Jó, ezt kipucoljuk, fölmegyünk, aztán indítjuk. Tudjátok, hogy csináltok. Ott van a loot egyébként. Ez nem egy olyan nagyon veszélyes hely, vagy lesz. Lesz veszélyes? Jaj! Kicsit po... Alvó zombi. Fejlövés. Fejlövés nem jó. De nem nyerem vissza a lövedéket, mert a feje szétdurran, az tovább megy a lövedék valahova. Úgyhogy ez nem biztos, hogy az a jó dolog egyébként. Mondjuk ezt sem nyerem vissza, valamikor megsemmisül. Ott is egy zombi. Jó, bírom ezt a lopakodást. Na, book! Könyvecskék vannak, vagy mi? Örülnézek, még nincsen. Tábortűz. Ez light armor! Noise, increase, mobility, minusz 4. Csökkenti a mobility, nem valami jó. Jó light armor, de nem elég jó nekem. Mennyibe kell? Jó drága, úgyhogy ezt eladjuk. Hoppá, mi ez? Jaj, ne! Airdrop. Na mindegy. Airdrop bent. Ebben meg könyv lesz. Ó, mi ez? Gyapot. Gyapot mag, ugye? Nem is tudtam, hogy ezt úgy kell. Tehát most minek nekem a gyapot mag? Abból csak izét lehet csinálni, nem? Mi nevezik ezt? Klotot, gondolom. Ez most klot az mennyire kell nekem, vajon? Van-e itt még valami? Szerintem ennyi volt. Ott a létre. Tök nem látok semmit. Szerintem gyerekek full semmi nincs. Nem mondom nektek. Ott egy zombi, yeah. Ennyi lenne? Hát akkor menjünk fel, streetítsük el a küldetést. Hoppá, gondoltam, zörögtem egyet, mondom, biztos jönnek, de jönnek is. Hallod, én tök annyira nem látok itt. Ez ennyi lenne ez a bánya? Nem látok, hogy tovább lenne valami. Valakik futkorásznak, de hol? Mozgást hallok. Mit csinálnak? Vagy hol vannak? Szütyörögnek! Nézzünk körül, de a másik irányba lehetett menni? Nem lehet. Ilyen gombák, meg ilyen hülyeségek vannak, ez tök üres az egész. Na jó, menjünk fel, itt valahol szütyörög egy zombi, de nem tudom hol. Eskü, nem tudom hol. Ez a küldetés, ez nem tűnik túl nehéznek. Ó, lehet, hogy fölül volt. Ugye? Jó, elindítom a küldetést, még egyszer lemegyünk, ezt kilutoljuk, ezt a szar. Szennyi. De egyébként lehet, hogy küldetés csinálom, akkor többen jönnek? Sanyika, mit csinálsz? Mi az?
Ja, edd meg azt a kaját, hát ne izé játsszál, birkózzál vele, bassza. Na, elkezdtük, ugye? Oké, és ez is újra termelő, de jó, imádom. Na, gyere. Hát, ez már megvan. Megmondom őszintén, annyira nem vagyok akkor azért a helyén. Nem itt fogunk meggazdagodni. Hopp, még ez is lecsukorodott, nehogy ám jól érezd magad. Na, menjünk le. Létrán nem lehet lopakodni, Dick. Ez volt egy csávó, nem? Most, vagy teljesen más most? Minusz egy. Minusz kettő. Figyelj, én nem lopakodok, hát itt gondolom medve nem lesz meg ilyesmi. Ez roncsol ez a fegyó, nagyon. Jó, ennyi volt. Nagyon full a fegyverzetünk szerintem. Jó. Talán lesz valami zseblámpa, meg ilyen konzerv doboz. Hát semmi értelmes egyébként. Ebben nincsen se főzőerény, se semmi. Ebbe... Ja. A széfeket könnyebben tudom. Kompozit nyíl, de enyémnek jobb. Ez 45-öt sebez, ez meg... 94-et, úgyhogy ez megy a levesbe. Most szét is szkrepelem, mert nem is drága. Ezt meg tanuljuk. Talk to trader. Ennyi volt a küldetés, gyerekek. De ezt kifogtuk egy nagyon egyszerűt. Jó, AK-47-es tudok csinálni. Jó, hát csináljunk. Majd, hogyha nagyobb szintűek leszünk, hogy akkor tudok nem csak egyeset. Ja, ez ennyi volt, gyerekek. Itt nincs semmi. Ez egy... Ennek nem sok értelme. Ne bazd meg. Azt a mocskos! Nem hiszem el, Nem hiszem el! Jó, a 85-esetben nem, többet nem kell rá. Úristen! Én esküszöm, nem hiszem el ezt a helyet. Nincs painkillerem. Szétszerem, ha már egyszer. Nem hiszem el ezt a helyet, hallod? Megbosszultuk. De hallod? Mindig van egy zombi menve, akárhogy lopakodok, de pont a kiáratnál meg ott volt. Ez milyen? Light armor. Mobility csökkent. Noise. Egyébként nem rossz. Ó, pont ez kell, figyeld. Pont kell a painkiller, mert fáj a feje csávónak. De jó, mázdeg meg. Végre egy kis szerencsénk is van, hogy rohadjam meg. Hallod, ez nagyon kemény ez a hely. Ez. Vajat, ezt be is kell táraznom, mert hogyha megtámad megint egy, ez az egy esélyem van. Egy full tárral le tudom szedni, de ez egyébként ez a fegyverre nem lehet sorozatot lőni. Csak ilyen nagyon rövid izéket, sorozatokat, ilyen burstöket. Oh, te fiú! Arra kell menni a traderhez? Akkor bocsánat, menjünk. Ah! Full szívás az a hely. Túl sok a zombi medve. Valahogy ütötte a fát, hallod? Rohadt életbe. Tiszt, ott is egy bal... Hallod, ez a hely.
Náciszta para hallani, ide kellett nekem költözni, öcsém. Nem tudsz mit csinálni ezekkel, ezek gyors is. Akkor hát sebez, mint egy ló. Észrevesz neked annyi, Sanyi van, érted. Most megpróbálok arra orientálódni, ennyi van. Mennyivel nyugodtabb a sivatag? Meg mi az a sok kocsi? Ezt megint nem látod be, mert ilyen tagolt. Mert hogyha síkság lenne, akkor tök messziről kiszúrod, érted? Az is a baj. Hogy nem veszed észre. Fölveszek még egy küldetést, baromi nehéz. Nehéz itt küldetéseket csinálni, kemény, kemény a hely. Hoppa, acélásról ötös, hallod? Hát nem hiszed el, olyan lootok vannak most már. A tesó. Mit nézzek a hátam meg, hogy mit beszélsz? Na! Ranger. Flaming Arrow-t tudok csinálni olyan, hogy égő. Ezt meg kell nézni. Hogy mi kell hozzá. És azt fogom választani, és megtanuljuk. Oké, adjál valami izét. Már van inventory-ban valami eladható? Ezt eladom. El. Ezt eladom, ugye amiket megtanultam, azokat eladom természetesen, már nézzük át, hogy mi van, amit eladhatnék. Ugye zombi hús nem kell. Összefosom magam állandóan, ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk, ezt is megtanultam már. Az acid az nem tudom mihez kell, de biztos kell, mert egyébként írtátok, hogy ez jó lenne. Na ezt a szteroidet eladom, mert ez például nekem annyira nem kell, nem használom ezt a szteroid dolgot. Mert igazából nem nagyon vagyunk túltjárva. Nézzük meg, van-e valami érdekes nála. Nem nagyon látok semmit. Megnézem Flaming Arrow-t, hogy tudok csinálni most. Akkor elvileg most. Itt van elve az el. Ez mennyit sebezhet vajon? És akkor ezt már tudok csinálni? Hát de still arról kell hozzá. Az meg szerintem azt meg pont nem tudok. De tudok. Kréke hozzá is vas. Jó, de nem erre kéne költenem. Jó, az a lényeg, tudunk ilyet majd csinálni. Jó, húzzunk a francba, gyerekek. Küldetés, bazza, küldetés, elnézést. De valami jót adjál, haver. Melyik a legközelebbi? 300 méter. Clear zombies. Oké, csávó, megyünk. Hol, merre kell? Megint a izé, kiégett föld közepén. Ó, bazza. Még beljebb majd. Szóval megpróbáljuk megcsinálni, gyerekek? Ha? Meg kéne, nem? Ami annyira nem fontos, azt... várjál, együnk. Együnk, scrapelünk. Meg ami annyira nem fontos, majd kidobáljuk. De egyelőre maradjanak a dolgok. Jó. Oké, gyerekek. Még beljebb lesz, úgyhogy... hát... ez van, srácok, ezt még meg akarom csinálni. Gyűjtögessünk. Meg hát, hogyha valami jó út, és még mindig nincsen szkópom. Nem örülünk. Para ilyenkor fölvenni, mert pont ott egy zombi medve, akkor véget van.
Alapanyaggyűjtés is jó lenne, mert még mindig nem gyűjtem az alapanyagot, de most egy kicsit küldetésezni van kedvem. Legalább gangsternek is örömet tudok szerezni, ő nem szereti az építkezést. Meg vannak olyanok biztos, akik inkább erre ezt szeretik. De az a durva, hogy itt sok minden van. Autóroncsit milliónyi van. Máshol ilyen tök ritkán találsz autóroncsit, itt rengeteg van. Egyébként abból sok vas jön. Mondjuk, ha vasra akarok specializálódni, akkor lehet, hogy inkább érdemesebb elbányásznom. Lopakodok, nem nagyon látok semmit, nagyon gyanús, hogy ilyen sokáig nincs senki. És clear zombi van, nem, ugye? Az van, de clear arra. Itt is van egy ilyen kis város részlet, ami ledarálódott. Paróra kell figyelni. Megszivatják a keeper pikpak. Ez mi az a piros? Szerszámos láda? Jó, leszarom. Ez egy nagyon... Ó, ez valami nagyobb épület lesz? Jó, szeretem az épületeket, legalább, mit tudom, zombi medve jön, fölmegyek a tetőre. Akármi. És akkor megint azt csináljuk, hogy gyerekek, kipucoljuk. Ez valami autóműhely. Hasonlót már nem ilyet csináltunk? Hát hasonlót. Az hogy megint fosok áll, mint a szar. Ki kéne pucolni, aztán megint úgy kétszer lutolni, ugye? Medve ne lejöjjön, bazd, annyi a lényeg. Köszönöm szépen, medve ne jöjjön. Jó cuccok. Hoppá! Kutya! Izé volt, zombi kutya. Hang. Tuti. Esküszöm pedig, mintha azt hallottam volna. Ne szórakozzó annal. Nem az XP. Eskü kutya hangot hallottam, tényleg. Ez mi a szar? Milyen zombik vannak itt? A kroat életbe. Fossam össze magam itt ezen a helyen. Miért kellett nekem ez? Üha! Gyerekek, bazza, mi van itt? Komolyan mondom, nem szeretem ezt a helyet, tiszta para. Ó, hogy nem... Messze, bazza.
XP az jön bőven. A kövő nem hallasz semmit, mert folyamatosan fúj a szél. Minden szar van. Ha, van pince. Táska. Táska a rádió. Mindig hallgató. Indulom. Cold Resist. Jó volt a tizé, nem? Where are? Cold Resist. Mindjárt átnézzük. Ez mennyi Cold Resist? 22-3. Ami rajtunk van. Milyen jó jackünk van? 24. És a meleg elleni védelem? Ja, a meleg elleni védelem. Te hülye vagyok, ez kellene jobban, nem? Úgyhogy ez, azt meg scrap. Jó. Együtt kap tovább, gyerekek, ne aggódjatok. Itt biztos lesznek huncut emberkék. Mi az a hely, bazza? Mik ezek a helyek? Összefosás szélén álló dolgok. Ez mi? Nem is tudom mi ez. Robotic Drone Armor. De jó! Ezt is meg... Amúgy nem sok XP-t adnak ezek a dolgok, hogyha megtanulod. Azt hittem többet. Na itt, innen biztos kiugrik valami hülye. Itt mondtam, bazza. Ez egy komolyan egy tanga van? Nem hiszed el. Egy ilyen nagyon kicsi tanga van. Lutacska? Ohohohoho, valami kis lutacska. Buksa! Van valami 8 dollár. Ennek nem volt érdemes adogni. Az nekem gyanúsott az a rács. Ezt mindjárt megnézzük. Amikor beteszem mindig az ajtót, azt akkor... Az nem szép, nem? Bocs, hogy kicsit ilyen nyögvegy elősen megyek, de fosik a képből. És inkább... Ó, azt a késre rá tudnám rakni, gondolom. Na, megnézzük ezt. Ah, éreztem, hogy itt valami lesz. Egy kis lőszer. A főlútra vagyok kíváncsi, max kiszórjuk majd a dolgainkat, gyerekek, ha úgy van, jó? Ez mi a szar? Ez egy ilyen mégarásszerű. Hát ha itt nincs senki, akkor benyalok nektek a disztére. Másodszorra már tudni fogjuk ugye, hogy... Hol lesznek a lootok, szóval előnybe fogunk lenni. Valaki hereg. De ezért jó, hogyha ne van csökkentve teljesen a zörgésünk, mert nem találnak, nem hallanak meg, és be tudsz itt settenkedni a dolgokba. Azért nem rossz dolog. Hát az. Mehetünk föl. Szerintem ott lesz a fölút a tetőn, de akkor már tudjuk, hogy legközelebb, hogy hogy tudjuk megszerezni hamar. Hoppa, hatos üzékulcs, bazze! Hogy rohagy meg, oda nézzük. Viszont ezt nem érdemes lenne leszkrepelnem. A régit, mert ugye az jó, tudok belőle csinálni dolgokat. Ó, de mennyi szar, gyerekek! Muszáj ennem vagy valami, ezeket együk meg. Oké, megesszük. És ha meg leszkrepeljük ezt. De még ez is kevés lesz ez a hely is. Ja, megyünk tovább. Elvettem mindent ebből? Ez a 8 műanyag nem tudom annyira számított-e. Itt félek, hogy lesznek madarak.
Hát itt biztos lesznek egy csomóan, úgyhogy itt rákészülök már most. Megfontoltan nyomjuk. Itt tuti lesznek gyerekek. Ott a csávónak a lába, figyeld. Szóval is dobta a bakancsot. Tök jó, imádom ezt a lopakodást. Nem tudunk leszakadni itt. Ott is van valaki. Kapcsoljuk ki a lámpát. Aha, ez zörög. Attól meg tudnak hallani, ugye? Onnan tudjuk, ki fognak ugrani. Megnéztem itt, hogy itt... Ó-ó! Jól jöttünk föl. Na, itt tudja, hogy lesz valaki. Itt tudja, hogy lesznek gyerekek. Mit mondtam, bazo? Kiszedjük a szajrét. Nincs senki? Elektromos. Az annyira nem érdekel, de... Újjaj! Újjaj! Júz! Tanulunk sokat, gyerekek, várjál! Megirizője van, baj van. Ez menjen. Ez is menjen. Az olcsó szarok azok menjenek. Ez nem tolom be, mert mennyibe kerül egy ilyen 50-be? Az a baj, hogy... Bullet tip. Scrap. Bocs, rácok, de scrapelni kell sokat. Egy darab papír nem kell. Oké. Felvettük mindent. Itt nincs valami? Ó, itt van a főlút. Itt a főlút. Egy lighting, armor, mobility-t csökkent, és noise-ot növel. Na, ezért nem szeressük. Úgyhogy ez scrap. Felvettük mindent, és akkor újra. Jöhet újra. Újra tábla, ugye? Mert igazából szerintem kilutoltam az egész bagást. Itt leugrunk, talán nem halunk meg. Hogy rohadjál meg, bazza. Komolyan mondom. Jó, akkor újra tábla, gyerekek. Annyit csinálok, hogy át kéne néznem itt a dolgokat, mert rengeteg szar van. Ez mit csinál? Armor rating... Armor ratingot növel 2-vel? Hát ez aztán jó eres lehet, nem? Tele vagyunk szarral, tudom. Clay-t ledobom. Na! Oké, gyerekek, újra tábla akkor. Mehet a küldetés is. Srácok, csapjuk neki. Már ütnek. Újra kilutolhatunk. Ugyanott van a csaj. Talán ilyenkor többen jönnek egyébként. Valaki nyer itt. Azért ne... Figyeljünk! Nagyon ilyen parás ez a rész. Horror van, bazza, horror, esküszöm. Isten, gyerek. Ez a lockpickot, ezt például tök nem használom, úgyhogy azért scrapelem, bocsánat, de nem használom, hanem idejének, mindig szétverem őket, tudod. Ebben valaki? Ezelőtt sem volt, de viszont itt volt lőszer. Jaj, meg minden ez az izé. Ebben volt valami? Ebben nem volt. Senki. Ezelőtt elfelejtettem ezt kilutolni szerintem. Jó, senki. Menjünk följebb. Vagy lejjebb, ugye? Először le kell menni, hogy föl tudjunk jutni. Oké, gyerekek, hát ezt hamar kilutoljuk, aztán megyünk haza, majd lesz. Az is scrap. Aztán amiből kevés van, meg annyira nem értékes, azt fogjuk dobálni kifele erre. Sőt, lehet, hogy ide ki fogom szórni. Ezt. Egyelőre, jó?
Meg az egyik alsót, majd ezt ki kéne venni a modifikációt belőle. Oké. Okay. És akkor berakom a másikba, és mindjárt akkor lesz egy kicsit jobb dolgunk. Ez három modos puzzle. Oké. Okay. És akkor ezt meg viszont leszkreppelhetném, hogy 600-ba kerül, hogy nem szkreppeljük le, hanem eladjuk. Na, nézzük azt a táskát. Mindjárt megnézem azt a táskát, akkor már. Hát ha most valami jobb volt, ezt ment, akkor egy csont, bele, egy csont. Hogy a francba adhat egy csontot bármi? Az ilyen instant, mert beleved, azt megböglik. Ohohoho! Ott rohadjál meg egy darab izait, de... Itt van a buksa, ugye? Most mi van benne? Megint a 7 dollár? Ó, oh, legalább token. Jó. Ebbe a táska van. És megint a heavy. És mi ez? Action rifle. Viszont ez lehet, hogy jó lehet. Hát nem valami nagy sebzése van. Csóó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 
Meghalok ettől a sok szartól. Mehetünk tovább, menjünk rá a főútra, vegyük rá az üzemanyagot, kiveszem akkor ma. Meg itt a... ott az mögött, ugye? Lőszer. Jó van. Csinálja ki a rokasba. Na nézzük. Az egy ilyen alulfuszkodós puska egyébként, tudom, hogy melyik az. Ja, itt mutatja is, hogy miket kell meg ki megölnöm. Nehogy elfelejtsem, az előtt is ugye ezt elcsesztem. Mi? Most már tudok craftolni, eddig nem tudtam, tök jó. Ennek örülünk. Egyre jobb, egyre jobb. Ezelőtt eddig ugye nem tudtam ilyet craftolni, most mondjuk már amikor már van belőle 100 darabom, akkor meg már tudok. Na mindegy, nem bajám. Majd kinyírjuk a zombikat. Nem, és ez nem ugyanúgy vannak, hanem random valamennyire. Mindjárt szintet lépünk. Azelőtt ezeket nem lootoltam ki, de mondjuk ebben nem is annyira vannak nagyon nagy cuccok. Az ide köpött apám. Hát erre nem számítottunk. Honnan jött a csém? Azt a betyár. Hát ez jó, hogy leköpött. Nem sokat sebzett, az durva. Azt hittem, ezek nagyobbat sebeznek. Jó volt, jó volt. Nincs semmi gond, gyerekem. Minden jó. Ez meg mi a szarba az-e? Mi a fasz? Ez egy ilyen krovakészletbe való kulcs. És ez se fegyvernek számító dolog? Semmi másra nem jó? Hát halljátok, ha nem tudok már mit hova rakni. Komolyan mondom, megőrülök. A jó, rothatús megy, csont nem megy. Az olyanok, amiből ott hol van bőven, és annyira nem kell, azok mennek. Ma az... nem tudom, ez csak fegyver? Isten. És akkor megyünk fel a főútére, mezelre mindjárt. Itt már igazából nagyon nincs sok minden. Megint majd lopakodásba. Ez lehet, hogy leszakadna, vagy mi az beton? Iiii, előtte van egy füle mellett. Na, elvileg egy ellenfél van, valahol. Mondjuk az lehet, hogy alul volt, lehet kihagytam egyet. Valamerre arra mutatja, figyeled? De hol? Na mindegy, a lootot ezt már szerezzük meg. Itt elvileg kellene lenni ellenfélnek. Legalábbis odaadott volt. Mindjárt oda verek egyet. Tudtuk ám, hogy itt vagy nyénye. Megvan a skill pontunk. Azt a begyár. Na sok szar. Ezt mondtátok, szar. Ez milyen modifikáció? Ezt mire tudom rakni? Ez valami idő, egy szegecs. És szerintem ruhára tudom. És mobility-t ad plusz 3%-ot. Ne, erről beszélt Demon Hill múltkor.
Várjál, akkor is, hogyha ezt rárakom a ruhámra, akkor 100% fölé megy, vehet-e? Azt meg tudjuk nézni. Várjál. Most nekem a mobility, ugye itt meg tudjuk nézni. Valami öreg. Egyébként. Miért 85%? Ja, mert a izé. Na várjál, rakjuk már rá valami ruhára. Mondjuk, melyiken nincs. Kezesre rárakom. Mobility? Vagy mod? Miért nem lehet rárakni? Miért nem lehet rárakni? Milyen faszért nem lehet? Miért nem lehet rárakni? Azt pedig azt mondja, hogy ide. Erre se lehet. Erre se lehet. Ez hülye vagy. Miért nem engedik? Van egy csomó slot. Miért nem engedi? Ja, lehet, hogy akkor ezt csak izére lehet rakni, heavy-re? És akkor csökkenti? Akkor ugye heavy-re lehet csak rakni. Gondolom én. Hát akkor jó, van, elvisszük azért. Ja, bocs. Elgondolkodott a keeper. Nincs más, amit nincs. Ebben megnézzük azt, akkor mehetünk is, ugye? Egy darab zombi van, a küldetés legyen meg. Egyébként jól elcsesztük a napot. Ezt ma megtanultuk. Ez mi? Daltrap. $160 ér, csak ma semmit nem tud sehova rakni. Mi az, ami nagyon nem ér semmit? Hús összenyom. Na, nézzük, hol valaki trendetlenkedik. Őt kell kiírni. Óha. Meg is vagyunk, akkor mehetünk vissza a traderhez. Viszont valaki ütögetett valamit, úgyhogy... Nem tudom, hogy ez mi. Óha. Ő nem ide tartozott. Csak kéri a pofont. Jó. Ja, meg van egy izé, van egy skillünk. A skillt ugye azt még mindig arra beszéltünk, hogy erre fogunk rakni, úgyhogy rá is rakja a keeper. Most már 60%-kal több cuccot kapok a különböző dolgokból. Jó, hogy leugrok. Ezt még kibírjuk. Jó, le kéne adni a küldetést. Leadjuk a küldetést, viszonylag gyorsan megpróbálunk menni. Tudom, hogy túl vagyok terhelve, úgyhogy arra ettentő gyorsan nem fogunk. Ja, a zsebeket is kellene még mindig varni, ugye azon sincs. Menjünk gépfegyverre. Ha meglátunk egy medveckit, akkor azzal ki tudjuk nyírni. Egyébként azt sem tudom, mennyi idő telt el, de az biztos, hogy kövünk az éget ki rendesen. Kár, hogy a medvét nem tudod lehagyni. Egyébként szerintem a nagy motor azzal lehagyná, úgyhogy akkor már biztos. A nagy motort tudnék szerezni, hát helikopterre meg minden. Minden oké, okay, ugye? A nagy motort tudnék szerezni, az lenne a frankó. Jó, van egy csomó cuccunk, amit adunk el, mert drága. Ja, jó, egyébként nem vagyok elégedetlen, jó vagyunk. Láttam egy táskát. Ez jó viszont, úgyhogy ezt mennyibe kerül? Úgyhogy ezt elvisszük. Az jó, mert abból kevés van, abból talán nincs is most. Ugye a betegség elleni, de azt hiszem van egy darab. Ezt elég ritkán adja. Nincs medvecki medve. De jó. Jó, azt a motorra megyünk ám haza most már, itt nem fogunk ólálkodni nagyon. Itt is be tudok menni, nem? Beállt. Kész, átjáróvá az egész. Hey, asshole! You better not bring... Kezdi... Hello, Shagluka kezdi. Baseball cup mód. Ez baromira nem érdekel. 9 mm-es lőző, hát ez sok nem megyek. Akkor inkább ez. Csak nem férek el már megint. Nem? De. Jó, eladok dolgokat, ezt beszéltük. Amiket már tudok, ugye. Ezt.
Ezt. Nézem. Más nem is akartam eladni, ezt is eladom, mert nem kell. Ez mi a szarra jó? Ilyen, szét tudok szedni dolgokat. És ez lehet, hogy jobban szeri szét. Dog damage 52. Ah, lehet, hogy ez gyorsabb, ez jobban szeri szét a dolgokat. Ugye? Úgyhogy ezt meghagyjuk. A izét akartam eladni ezt. A négyeset. Szerintem más nagyon nem. Mennyi pénzünk van? 4200. Meg kéne nézni, nincs valami olyan, amit engem kéne? Fegyvereknél. Gyorsan átnézem, jó? Annyit még. Gránát, meg itt tudom én, ammo. Semmi extra. Night vision. Ez elvileg esélyes, hogy nem működik, vagy valami ilyesmiről beszél. Azt nem hiszem, hogy el kéne arra cseszni a pénzt. Nekem szerintem semmi nem kell, mert mindenem van. Ugye, sima vas egyébként, az még esetleg kellene. Ezt most tettem a 600-ére, már 8000-ére árulja be ezzel. Ez mire jó? Mosogató, nem tudok valamit vele mit csinálni vele? Nem nagyon használható szerintem. Kaja van, de hát ezek most nem kellene. Kajám szerintem elég sok van. Armor, vannak ezek a ledőr armorok, de ezek ugye csökkentik a mozgékonyságomat, meg növelik a noise-t, úgyhogy ez nem, erő, nem erőltetjük. Semmi érdekes. Ez mi az a large pipes? Milyen jó? Ez csak építő anyag. Semmi értelme. Nem hiszem. Semmi. Jó, oké. Menjünk a francba. Jó van gyerekek, húzunk, oké? Tényleg bocs, hogy eddig tartott ez a küldetés. Azért egy küldetés vegyünk fel már, nem? Egy küldit ezt veszek fel, amelyik esetleg közelben van. Keletre van. Észak-nyugatra lenne jó nekem. Észak-nyugat. Hát, ezek szerintem mindenki éget föl. Ez Northra van. Várja, North az... Várja, arra van. Nyugatra nem nagyon az. Észak-nyugatot kellene mondjuk megpróbálnom, mert én arra lakok. Okay. Nézzük, már meg ez hol. Észak-nyugat, észak-nyugat. Nem észak-nyugat? Ja, nyugat arra van, az észak-kelet lett volna jó nekem. Ej! Ez hol van? Ó, arra se vegye meg, ezt nem tudom dobni, ezt a küldetést. Várja, biztos lehet dobni, ugye? Hogy kell? Átrakok erre, és ezt... Jöjjön! Ezzel kell? Ezzel. Jó, és akkor várják? És akkor... Észak-kelet. Pont az nekem jó, bazzek. Ez kb. Ott lesz a házam környéken, ugye? Hát jó lesz arra az észak-kelet is. Várja, valamit elcseszek. Mindig elcseszek valamit. Erre rá kell állnom, úgy. És az. És azt mondtam, bazze, nézd meg, ott van a házamnál. Jó, bocsánat, bele vagyok keveredve keményen. Na, menjünk. Motorkát lerakjuk. Eladtunk pár dolgot, annak már tudunk kerülni. Azt húzzunk a francba. Miért nem tudom lerakni itt a motor? Túl közel van a izéhez. Oké.
Menjünk haza, megnézzük, mit csináltok. Appa. Megnézzük, hogy mi termelődött. Mert vasamhoz nem túl sok lett, ami van, azt beégetjük. Aztán lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy... ja, sok minden nem fogok tudni éjjel. Lehet, hogy el kéne mennem a bányába, aztán ott bányászkodni. Nem tudom, gondolkozok. Még azt a küldetést mondjuk megcsinálhatnám, az nincs messze. Mit kell ott csinálni? Szupit kell találni, és az biztos, hogy földalagra. És az nincs is nagyon messze tőlem, úgyhogy az... Nem tudom, hogy mennyi idő van, befutok a államba. 19-20 óra alatt megtalálnám, nem valószínű. Mármint 20 órától 2 óra alatt. Annyi folyamatos gondolkodásban vagyok, és össze-vissza beszélek, szerintem tök ez van. De próbálok egy csomó mindenre koncentrálni, hogy jó legyen. Egyébként az a baj ezekkel a küldetésekkel, hogy baromira sok idő elmegy vele, nem? Ez az egy nem tetszik benne. Rohadj meg, madár! Madarantyunk! Ja, sok küldetés elmegy vele, és az itt van 200 méterre, de hát azért az is elég messze van, úgyhogy nem csinálom meg. Nem csinálom meg, gyerekek, mert beakadunk megint egy zombi medvébe, aztán akkor megint szívunk itt, mint a torkos borz. Megyünk haza! Kevés a gablestone-om. Kevés a gablestone-om, gyerekek. Nem tudom nagyon folytatni a bázisomat. Abból az lesz a abból van hiány, érdekes módon pedig. Nem gondoltam, hogy abból lesz. Oké. Okay. Mert ezeket egyelőre nem zárom, mert minek. Leégett. Eltelt 55 perc. Ja, gyerekek, akkor megöltök be az akkor megöltök, és 700, úristen, 200, ez olyan van csak vasam, az nagyon kevés, el kell menni vasat gyűjteni. Ehelye ezt, meg ki fogjuk próbálni, akkor a block damage 52, ennek a block damage, mondjuk ennek meg 57, ó, hogy rohagy meg. Ja. Ki kellene pakolnom minden esetre. Hát lehet, hogy a következő videóban lesz az gyerekek, mert eléggé elcsesztük az időt. Igen, nagyon elcsesztük az időt. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek! Csáá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 
dolga. Várjál, nézzük. Fa, főleg nincs. Gyógyszer volt, minden pakoljunk egy gyógyszer. Még én megyek így. Nincs gyógyszer. Jó. Fa az nem volt, vas az voltam. Hol a vasam? Ilyenkor pont azt nem látom meg, amikor meg nem azt keresem, akkor meg pont azt látom. Ez nem vas. Itt van. Más vasam nincs. Stone. Ugye ez mehet ide. Azt hiszem, más stone-om talán nincs, de kell lennie, volt ilyen, igen. Oké. Más nincs, rész. Lezen van. Renan nincs, Ormam az tuti, hogy van. Elektronyosom azt szerintem volt. Mechanikushoz, berakom ezt a kereket is, gyerekek. Mechanikus volt, még mechanikusom? Így van. Szerves Craft. Ő lesz. Csontot azt kiraptam, egyéb Craft. Benzin, ez. Tök jó, hogy azért gyűjtögetek, szerintem ezeknek lesz haszna majd. Páncél modifikáció. Ő lesz, meg ő lesz. Egyébként ő nem páncél modifikáció, hanem alkatrész. Meg miért van itt egy zseblámpa? És én is lesz krepelve. Fegyver modifikáció. Van. Páncél alkatrész van. Fegyver alkatrész. Mondd a gyűve.
Az egyéb crafthoz berakom ezt. A fegyver alkatrészhez berakjuk ezt. Az elektromoshoz... Miért nem raktuk be ezt? Elnézést. A... A fegyverhez kicsit sokkal lőszer nálam. Az így jó. Meg őt is berakjuk. Ital alkatrész ő. Meg ő, mert az sör ugye. Kész ital. Ő. Kész kaja nincs. Kaja alkatrész ő. Jó, ennyit gyűjtöttünk. A többi az marad nálam ugye. A... Ezek ugye kellenek. Ma javít. Tócsomagot kellene csinálnom. De egyébként úgy látom, hogy jól állok mindenből. Ja, ezt a hatos üzét elég vinnem, ezt meg berakjuk akkor az egyéb craftba, jó? Ő meg legyen itt. Mi jó van, gyerekek? Szerintem egész jól állunk, és más nincs is nálam. Na, srácok, akkor elbúcsúzom. A következő részben megmondom őszintén, nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de valószínűsítem, hogy lehet, hogy megcsináljuk a pánik szobát. Éjszaka ugye szeretünk bányászni. Remélem nem gond, de valószínűleg, hogy videóba fogok végigásni. Megcsináljuk, mennyi fánk az van, úgyhogy meg fogjuk tudni csinálni az egész épület dolgot. Viszont lehet, hogy mennyi izénk van, mennyi... Stone-unk van? Mennyi? A stone-unk az van bőven, csak ilyenünk nincsen. Ettől egy kicsit parázok. Hogy olyan nincs, és azt az a baj, a cobblestone-hoz... Ezért kellene volna... Clay kellene volna rengeteg... egy óra alatt tudok valamit én kezdeni? Egy kis clay bányászatot? Hát így nem. Nem. Ne üsd! Gyerekek! Gyorsan egy kis clay-t kellene csapatni. Elég jól ásom, meg ugye most sokkal gyorsabban. Kellene clay! Gyorsan, itt azt tudok ásni, egy óra alatt még ások. Hú, ez már új videó? Nem, még mindig ugyanaz. Nem baj, clay-t ások, gyerekek. Ez legyen ebbe benne, nem húzom az időt legalább. Szuper jó ásóval, szuper jó skillekkel, ugye, Sexual Tyrannosaurus maxon, a másik maxon, az meg hármasan ugye a Modern Lord, vagy mi a fene. Kell. Nem is tudom meddig, hány percig ássam a clay-t. Clay-jel egyébként baromi gyorsan jön, úgyhogy nem lesz vele gond. Remélem nem lesz itt zombi, és akkor minden frankó lesz. Oké, gyerekek. Gyorsan ásó. Ötös ásó, az megmodolva, hát nem hiszem, acél ásó, hát ennél gyorsabban. Ó, de jó, most már egy, és odalé. Egy ütés. Eddig nem így volt, több ütéssel ment csak. Odalé. Már 160. Ugye milyen szarul ment, emlékeztek? Oda nébe az a clay. Hát halljátok, akkor egy ilyen 5 fenik szerintem gyűjtöm a clay-t. Jó, és akkor onnan folytatjuk a következőt. Kell cobblestone. Meg kell erősítenem a bázist. Oda nébe tollod. Ez több mint durva egyébként. Ez most meglepő volt számomra. Már 4-20, Jézus Isten. A 900-at milyen sokáig szedtük ezelőtt. Most meg ilyen epic gyorsan. Úristen, tök jó. Szerintem egy 45-ig szedek clay-t, aztán akkor tudok is majd sütni is. Ki? Ó, de jó, na ennek örülünk. Következő részben tudjuk csinálni a pánik szobát. Nagyon jó, Franko. Gyorsan. És a stamina is nézd meg mennyi, hallod? Nem megy le! Szerintem nem megy le. Mindig ugyanannyi. Ú, de örülök neki, hogy kiúztuk ezeket a bányászos skilleket. Ennek nagyon örülök.
Jó, Clay, szerintem akkor lesz annyi, hogy nem is kell belőle már gyűjtenem. Hát hogyha 45 felé kb. Gyűjtöm itt, szerintem akkor lesz egy ilyen 2-3000 darab simán, vagy még több, 3000 darab biztos lesz, hogyha nem lassítok. Hát ez nagyon jó. És a bányászatot is így tudom majd növelni, mármint hogy lesz jó csákányom, mert most az a csákányom nem a legkirályabb, akkor azért majd frankó lesz. Erről nem is álmodtam, hogy az ilyen gyors. És mennyi XP-t a Jézus Isten? A 2600 XP. Jó, igen, amikor fejlődik az ember, akkor már érzi az előnyöket. Valami rám esett tick. Az a modárfészek rám esett ilyet rám be? Ez érdekes volt. Megint egy jó hosszú rész, mi a gyerekek? Biztos utáltok érte. Bocsász. 1800 Clay-nél vagyunk. Ó, elfogyott a stamina, mi történt? Mégiscsak el tud fogyni, tök jó. Örülünk még ennek is. Hogy elfogyott most így hirtelen, az elebb elég jól bírta. Out of stamina. Itt van a Clay bányám, gyerekek, tök jó. Örülök neki, hogy nem csesztem szét ott a környéket, utálom azt. Jó, hát 2100-at szedtünk, gyerekek, szerintem elég is lesz, aztán akkor mehetünk vissza. Ó, 2100 összesebb most, mert lehet, hogy újra kezdte, 2100 annyi. Oké, okay. Én szomjasok is lettem. Most nagyon filózok, hogyha nyomom a shiftet, akkor gyorsabban megyünk. Nem, mi? Igen. Gyorsabban megyünk, csak gyorsabban fogy az üzemanyag, van olyan? Még lehet, hogy gyorsabban megy ez. Aha. Szerintem ez gyorsabban megy, jobban húzza neki, hogyha... Jókor jövök rá. 51 van, tökéletes időzítés, gyerekek. És a sójjel. Ó, de jó. Na, meg is jöttünk, és akkor megvan a Clay-jel megvagyunk. És akkor tényleg elbúcsúzom, azt így nem folytatjuk, jó, a következő részbe. Nem itt akartam. Hú, kell kaját csinálnom. Mondjuk van alapanyag bőven. Na, skacok. Akkor búcsúzok is. Nagyon szépen köszi a figyelmet. Megcsináljuk a következő részben mindenképpen a... ezt a pánik szobát. Jók legyetek. Minden szuper jól működik. Eddig úgy látom. Jól haladunk. Szuper! Sziasztok, jók legyetek!